Egy kőomlás alá szorult James Jones aparton. Steele tűzoltóparancsnok már a helyszínen van. James Jones leomlott kövek közé szorult a parton. Radart is vigyük magunkkal, Benny. Bromint is felhívom. Ez jó helynek tűnik, hogy elássam az érméket. Steele tűzoltó parancsnok itt biztos könnyen rátalál majd. Nocsak! Ez Jupiter hangja. Megnézem, mi a helyzet. Itt vagyok, Sam! James, itt van valahol! Gyerünk, Radar! Keresd meg James-t! Érzékeny orrával Radar pontosan meg tudja mutatni, hol van James. Így anélkül tudjuk kiszedni onnan, hogy felbolygatnánk a köveket körülötte. Jó kutya! Jól vagy, James? Igen, jól. Egy karcolás sem ért, egy kül sem ütött meg. Csak beszorultam alájuk. Penny! Hozd ki a nagyponyvát a tűzoltó autóból. Fel kell állítanunk egy óriás védőhálót további kőomlás esetére. Hozom, Sam! Örülök, hogy ide ért, Elvis. Köszönöm, uram! Szia, Sam! Kint is vagy. Csak lassan, James, hadd nézzelek meg. Köszönöm, Sam! Kösz mindenkinek! Nem kellett volna a sziklák közelébe mennem, ahogy Steele tűzoltó parancsnok is mondta. Ezúttal szerencséd volt, James. De mit csináltál itt egyébként? Azt hittem, találtam valamit anya születésnapjára, de csak egy üres üdítődoboz volt. Annyira szerettem volna valami különlegeset találni. James Jones! Nem vágyom másra, csak hogy egészséges legyél. Steele tűzoltó parancsnok, mit szólna, ha még egyszer megpróbálnánk megtalálni azokat a híres érméket? Úgy vélem, elég volt már a fémkeresésből. Ne! Menjen nyugodtan! Egy próbát megér. Ám legyen! Jöjjön, Kriglington! Helyzet a kiképző toronyban. A tűz miatt valaki fentrekedt az emeleten. Jupiterre és Vénuszra is szükség lesz ezúttal. Kéz és lábtörés! Ne aggódj, baba! Egy-kettőre kiszabadítunk onnan! Vésüljük át a partot is! Várjon csak! Jaj, ne! Nézze a kiképző tornyot! Norman az! Segítség! Tom Thomas hívja Jupitert! Nézd fel a torony tetejére, Sam! Norman Price az! Mi az ördögöt csinál ott fenn? Elvis! Tartsd féken a tüzet! Penny, támaszd ki Jupitert és emeld fel a létrát! Semmi pánik, Norman! Sam már is a megmentésedre siet! Na mit mondtam? Éreztem, hogy Norman veszélyben van! Gyorsan, Sam! Szabadítson ki innen! Leesett a kekszem! Juhú! Egy bújócska verseny megnyerése szerinted fontosabb a saját biztonságodnál, Norman Price? Nem, Steele tűzoltó parancsnok.
Gondolkodnunk kellett volna, mielőtt elbújunk. Hú, ha, de most már hivatalosan is én vagyok a legjobb a bujócskában. Én azt javaslom, otthon bujócskázz egy darabig, rendben? Így van, meg is ünnepelheted a hidegrántott halfilével, amit 2 órája kellett volna megenned. Rendben, anya. Mi a baj, Elvis? Igen, remek munkát végeztünk. Szegény baba, nem élte túl. Valójában nem Norman volt az egyetlen, akit kiszabadítottam a torony magas pokolból. Fordulj csak meg! Baba, te élsz! Oh-ho! Te tényleg egy hétköznapi hős vagy, Sam. Hisz erre képeztek ki, Elvis? Erre képeztek ki. Charlie bajba került a hajón? Vízimentésre van szükség. Hajó veszélyben az öbölben. A kapitány feltételezhetően Charlie halász. A fedélzeten gyerekek is lehetnek. Süllyedünk! Süllyedünk! Segítség! Segítség! Meneküljünk! Nyugodj le szépen, Norman! A tengeren az első szabály, hogy ne pánikolj! Védj mély lélegzetet! Nézzétek! Ott jön Sam és Penny! Sam! Penny! Norman! Mély levegő! Bocsi! Bocsánat! Megsérült valaki? Nem, csak a hajó. De vele sem lesz baj, ha folytatom a víz kiszivattyúzását. Rendben. Először jöjjenek a gyerekek. Sarah? James? Te maradj itt és segíts Charlie-nak, Norman. Tessék! De én... Rendben. Maradok. Kösz, Norman. Ügyes vagy. Kivontatunk innen, Charlie. Együtt kell visszaterelnünk a bálnaborjút a nyílt tengerre, mehet? Igen, szerintem Normannel együtt sikerülni fog. Sosem volt még ilyen boldog. Szerinted így köszöni meg? Viszlát, kis bálna! A horgászásból jó kis kaland lett végül. És tulajdonképpen ki nyerte meg a versenyt? Szerintem mindannyian nyertünk. A hal ekkora volt. Nem is, inkább ekkora. De szerencsére elúszott. Szerencsére? Hogy érted azt, hogy szerencsére? Mi olyan vicces? Nem értem, Norman. Jó reggelt, Elvis! Jó napot! Jó reggelt, Dilis. Felmosót keresek. Figyeljen csak, Elvis. Maga is hallja? Ó, igen. Úgy csobog, mint egy vízesés. Vagy talán... A mosógép az! Bárcsak nővérnek tanultam volna, hogy én is el tudjak utazni tovább képzésre, és ne kelljen itthon vasalnom. Igen, doktor úr, igaza van. Ez az ink súlyos gombitiszben szenved. Nehéz operáció elé kell néznie. Fludnővér, sürgősségi osztály. Helen, mi történt a hangjával? Mike ott van? Én vagyok az. Ó, Mike, jöjjön gyorsan. Norman tönkretette a mosógépet. Ne is folytassa, Dilis, már is indulok. Jaj, tudtam, hogy muszáj lesz dolgoznom. Elvis, te meg mit csinálsz?
Csak kipróbálom az új felmosót, Penny. És ne izgulj, mostantól okosabb és elővigyázatosabb leszek. Így nem lesz több baleset. Nem, de így ott marad a lábnyomod. Ó, mondd, a felmosás miért ennyire bonyolult? Egy új égszíjat kell rendelnem a mosógépéhez, Dilis. Túl sok ruhát tett nem bele. Nem én voltam, hanem Norman. Így legalább érti, miért nem kérem meg soha semmire. Viszlát, Dilis. Sziasztok! Üdv, Mike! Norman! Most meg mi van? Beraktam a mosást! Nem! Elrontottad a mosógépet! Ezért most kedvesen megkérdezed Mike-ot, hogy kimoshatnánk-e a szennyesünket az ő mosógépén? Tessék! Jó szórakozást! Megkérdezem Sarah-t és James-t, nincs-e kedvük gördeszkázni? Tudod, Norman, én se szívesen végzek házi munkát, de ha egyszer már csinálunk valamit, akkor csináljuk megfelelően. Jaj, ne! Hívjuk tűzoltó szemet! Nem jó irányba megyünk. Ez a hely egyáltalán nem ismerős. Nézd csak rám! Sokkal jobb a tájékozódó képességem, mint a tiéd. Most teljesen mindegy, miben melyikünk a jobb vagy a legjobb. Eltévedtünk. Igen, igazad van. De hogy találhatnánk vissza az útra? Nos, keresünk olyan dolgokat, amiket idefele láttunk, és kövessük azokat. Például azt a nagy követ kezdésnek. Bronwyn, az ikreknek maradt nálad bármi holmia, hogy radar szagmintát vehessen? Csak az esőkabátjuk. Tessék, radar, szagol, csak szagol. Gyerünk, radar, muszáj. Meg kell találnunk James-t és Sarah-t. Jó kutya. Itt is a helikopter! Tom! Hú! Ez az a kő, amit idefelé találtál. És ott van a kút! Megtaláltuk az utat! Kutyaugatást hallok! Sam! Annyira aggódtam, hogy belétek csapott a villám. Ne haragudj, hogy így lemaradtunk, anya. Nem láttuk, merre mentél. Mert annyira el voltatok foglalva a versengéssel. Ez az oka. De összedolgoztunk, hogy megtaláljuk az erdőből kivezető utat. Sam pedig segített. Ahogy radar is, ezt ne feledd. Na mit szóltok? Nem is ugrált. Meggyógyult. Tudtam, hogy elég bátor ahhoz, hogy tűzoltó kutya legyen. Hoztam neked egy szuvenírt, Sam. Pontosabban ketten hoztuk. Ezt már szeretem hallani. Nincs több versengés. Fogadok. Én jobban kibírom, hogy ne versengjek veled mindig. Nem, én bírom jobban. Csak vicceltünk. Tudom, és hozzá is látok, most azonnal. Mike! Jaj, ne! Vigyük fel a dombra! Thank you.
annyira jó móka lesz! Hoztam neked egy kis... Bábú! 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 Hol vagy? Felkészülni? Vigyázz! Rajt! Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol eltűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Állj meg! Ez a rossz kapu az autósokra és az állatokra nézve is veszélyes lehet. Állj meg, gyapjas! Gyapjast visszavisszük Price-ékhoz. Megkérjük, hogy vigyázzanak rá, addig pedig felhívom Mike Floodot, hogy javítsa meg a kaput. Jó kislány, gyapjas. Ezt meg hogy csináltad? Aha, régi juhásztrükk. Jó reggelt, Mike, Sam vagyok. Sürgős munka miatt hívom. A hegyi mezőn elromlott egy kapu. Igen, Mike, pontosan, eltört. Anya! Még meddig? Tudom, hogy a barátaiddal szeretné játszani, Norman, de csúnyán megfáztál, előbb meg kell gyógyulnod. Remek, és most mit szólnál egy bögre langyos tejhez? Jöhet, anya! Jó napot! Ha-ho, tűzoltó szebaz! Gyapjast is magával hozta! Menj be szépen, gyapjas! Ne aggódjon, Sam, vigyázunk gyapjasra. Norman örülni fog, hogy nem kell egyedül maradnia. Tudja, amint Mike Flood megjavítja a kaput, gyapjas is visszamehet a farmra. Köszönöm! Ó! Itt nincs legelészés! Jó reggel, gyerekek! A hintó előállt. Jó reggel, Trevor bácsi! Én hátra ülök! A következő megálló Norman Price otthona. Nem fog sokáig tartani, csak egy kis javítás. Ezekkel könnyen kipofozom. Köszönöm a csodálatos közönségnek! Hoppá. Helen, drágám, lehet, hogy nem érek haza ebédre. Jó reggel, Dilis. Norman nem jön? Nem, kicsit betegeskedik, Trevor. Jaj, szegény. Jobbulást kívánok. Szerencsés fiú vagy, Norman! Szerencsés. Bárcsak kibehetnék a helyet, hogy itt kuksolok a szobában. Bocs, gyapjas. Agya nem enged ki a lakásból. Néhány perc még nem a világ vége. Sőt, a friss levegő jót fog tenni nekünk. Ó, igen. Ó, azt hittem, hogy a hínár tekercselés az valamilyen szendvics. Jaj, nem, Norman nincs jól, fent van az emeletem. Ki kér egy kis jeges teját? Ez jó lesne. Milyen jó ötlet? Valójában Sam ötlete volt. Ő az agy, én csak a kivitelező.
Frissítő zuhany, Elvis? Engem meglehetősen meglep, hogy nem hívták a tűzoltóságot még olyan sokszor ebben a rekkenő hőségben szem. A nap borzasztó erősen süt. Ebben egyetértek. Így jó lesz. Már majdnem kész, és még csak nem is lett ragasztós a kezem. Jaj! Ne! Anya! 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 Hülye ragasztó! Anya! Ez az! Ez meg honnan esett ide? Az Norman szobája. Jobb, ha hívok segítséget. Tűz tenisboltja fölött. Tűz ütött ki Dennis élelmiszerboltja fölött. Mindenki álljon készen létben. Nekem megint segíteni egy kicsit? Érdekes szirénázó hang jön ki most ebből az izéből. Ne haragudj, Dennis! De el kell hagynia az épületet arra az esetre, ha a tűz terjedni kezdene. Tűz? Milyen tűz? Norman, hagyd el a szobádat, de azonnal! Képtelen vagyok, Sam! Hozzáragadtam az ajtóhoz! Vagy úgy? Értem. Segítünk! Penny, hozz egy csavarhúzót! Le kell szerelnünk a kilincset! Már is hozom! A csavar tiszta rózsda, Sam! Meg sem mozdul! Akkor vedd le az egész ajtót! Bocs, Sam! Nagyon úgy tűnik, hogy nem megy nekem ez a felkelés. Szerencse, hogy ilyen csendes napunk van. Várj! Tudom már! Te húzod az egyik oldalról, én meg húzom a másikról. Remek ötlet! Kész vagy? Húzd! Jaj, mi az? Jól vagy? Igen. Azt mondtam, húzd, nem, hogy told. A lábam beszorult. Jaj, ne! Nem fog menni. Meg sem moccan. Segítség! James! Segítség! Segítség! Ó, ne! Te meg mit csinálsz a láda alatt? Kíváncsiak voltunk, mi van benne, és Mandy véletlenül rám tolta. De hiszen tudtad, hogy veszélyes is lehet, apa megmondta. Tudom. Az én hibám, én tehetek róla. Nos, most már mindegy, az a legfontosabb, hogy vegyük le a lábáról. Nem megy, meg sem moccan! Hallgassátok csak! Ketyeg! Hívjunk segítséget! Kérlek, ne hagyj itt, Sarah! Te maradj csak itt, majd én hozok segítséget! Egy láda kisodródott a partra, és ketyeg. James Jones pedig alászorult. A partra szem vészhelyzet van, egy ember láda alászorult. Rohanunk, ahogy tudunk. Megkérné Pennyt, hogy addig is tartsa őket szemmel? Természetesen. Eddig tartott a csendes nap. Ó, hát ott
vannak. Penny, hívja Szemet! Hallak, Penny! Látom őket, Szem! A nagy sziklák lábánál vannak. Kösz, Penny! Úton vagyunk. Szem! Nagyon félek. Semmi baj, James. Mindjárt kiszabadítunk. Sarah, menj vissza az étterembe, és vidd magaddal Mandyt is. Sarah, sajnálom, hogy nem akartam veled játszani. Legközelebb együtt játszunk, ígérem. Apa! 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 Mandy, menj oda-vissza azonnal! Apa, de... Fogadj szót, veszélyes itt! A szerszámaim! A gyönyörű szerszámaim! Hívom a tűzoltóságot! Tűz Flúdéknál! Jaj, ne! A tűzi játékbuli! Hoppá! Már megint! Tűz ütött ki Flúdéknál. Biztosan a tűzi játék okozott balesetet. Elvis, Sam, ti menjetek Jupiterrel. Én majd kezelem a vezérlőasztalt. Bárcsak tudnám, hol van oroszlán. Lehet, hogy ott a műhelyben rejtőzött. Megint! Rendben, megnézzük! Oroszlánnak nyoma sincs. Egész biztos, hogy nem itt bújt el. Köszönjük, Sam. Szerencse. Hála Istennek! Haza akarok menni! Hát, ha oroszlán visszament azóta. Elviszlek. De még nem is láttuk az összes tűzi játékot. Szerintem éppen elég volt mára a tűzi játékból. Pontosan. Legközelebb egy erre a célra kijelölt területre megyünk, az biztonságosabb. Már jó régen nem kellett oltanunk ekkora tüzet. Olyan régen, hogy majdnem elfelejtettem, hogyan kell. Mi volt ez a zaj? Te is hallottad, Elvis? A kutyafáját. Ez oroszlán. Az összes fűszer táncol vele. Triglinton, hogy megy ma a vacsora főzés? Remélem, nem éget le. Most raktam fel a gulyást a gázra. Egy óra is elkészül. Kiváló! A tűz megelőzésben könnyen megéhezik az ember. A csodába! Steel tűzoltó parancsnok! Norman Price, állj meg, te csirkefogó! Nem is olyan rossz repülő ez. Norman! Sam? Hogy haladsz a papírrepülőiddel? Szörnyen. Egy lélek sincs görmös pálcáson, aki szeretné a papírrepülőket. A rockerről öltögét! Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz!
Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják, főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja ki is a valódi tettes. Hát tényleg, ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom, baleset volt. A piros veszélyt jelezi. Valami nincs rendben. Remélem, Sam érteni fogja. Anya, csipesz megszökik! Nem veszi fel. Jobb lesz, ha felhívom a sürgősségit. Ne! Bromwyn bajba került! Hívom is a hegyi mentőket! Semmi vész, Mike. Vagyis, uram, megkeresem őket. Csipesz! Te meg hogy kerültél ide? Csipesz, gyere vissza! Attól tartok, itt nem tudok leszállni. Muszáj felemelkednem! Sam! Úgy éreztem, szükség lehet itt rám. Mi történt? Oh, a lábam! Hívom Helen nővért. Miért nem veszi fel ma senki a telefonját? Ha-ho! Csipesz vezetett ide. Csipesz! Okos kiskutya! Nem lesz semmi baj, de most be kell szállítanunk a kórházba, hogy megröntgenezzék a lábam. Tom! Szükségünk lesz egy hordágyra ide lent. Már eresztem is, Sam. Sam bácsi, majd vigyázz rád, kicsim. A kórházban találkozunk. Nagy hűhót csaptatok, és még csak el sem tört a lábad. A zúzódás is elég súlyos, James. Sam, hogyan hálálhatnám meg? És ha Elvis nem énekli ezt a dalt, mi körmöspálcás sziklái ragadtunk volna. Szín, hogyha vész van, hát csak is a piros. Ha baj vagyunk, hát tudd meg, a szín a piros. Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hová tűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autó
Segítség! Segítség! Megyek és hívom tűzoltó szemet! A csutába! Ajajaj! A héten ez már a harmadik alkalom, és még csak szerda van! Nincs vesztegetni való idő! Segítünk! Nyugodj meg, Norman! Segítünk! Próbálj meg belekapaszkodni a kötélbe! Tudod, Norman, ezúttal még saját magadon is túltettél. Miután autóbalesetet okoztál, saját magad is veszélybe sodortad. És mindez valószínűleg nem történik meg, ha megvártad volna, míg Mike visszaér, hogy segítsen megépíteni azt a gokártot. Sajnálom, Sam. Sajnálom mindenki. Ígérem. Ennek isteni az illata. Ma nem én vagyok a szakács Helen. Fel is teszem a lábamat. Muszáj beérned az én főztömmel és a két ügyes kis kuktámnak a segítségével. Szia, Dilis! Hol van Norman? Ó, nos, inkább gördeszkázni ment. De nézd, mit készített nekem anyák napjára. Az meg mi? Szerintem ez egyszerűen csak egy fadarabba kalapált műanyag kupak. James, ne szemtelenkedj! Ez egy gyertyatartó. Remélem nem baj, ha használatba is veszem. Nem, Dilis, persze, hogy nem, egyáltalán nem. Az anyák napja ostobaság. Az összes barátom az anyukájával tölti az egész napot, a gördeszkázás pedig dögunalmas egyedül. Köszönöm, hogy meghívott, Trevor. Nagyon kedves öntől. Gyertyafényes vacsora. Hoppá! Bocsi! Dilis, vigyázzon! Csak semmi pánik, nyugalom. Szépen vonuljunk ki mind az étteremből. Tűz a csupa hal kávézóban. Tűz a csupa hal kávézóban, szaporán fiú! Ezúttal nem téves riasztásról van szó, Sam, maga a Charlie telefonált be! Vajon hol ütött ki tűz? Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! Én addig leellenőrzöm, nem maradt-e bent valaki. Rendben, Sam! Anya! Anya! Norman, maradj itt! De anya ott van bent, látja? Anyukád már rég ott van, Norman. Norman! Jaj, anya! Annyira megijedtem. Azt hittem, veszélyben vagy. Ó, Norman! Akkor te mégis törődsz velem. Persze, hogy törődök. Te vagy az anyukám. Ne haragudj a gyertyatartó miatt. Norman! Gyertek ki! Vissza kell indulnunk, különben a dagály körbevesz minket! Segítséget kell hívnom! Talán a szikla tetején meglát valaki! Tudtam, hogy nincs is dinoszaurusz! Pedig van! Csak ügyesen tudnak elbújni! Ennyi az egész! James! Mi az? Árad a víz! Csapdába estünk! Ne! Igen, néhány órája láttam őket. Szerintem a partra indulhattak. Nos, nem jöttek vissza. És épp most van dagály. Megyek és hívom tűzoltó szemet.
Ó, oh, James, Sarah és Norman eltűntek. A csodába! James, Sarah és Norman mindhárman eltűntek. Utoljára a parton látták őket. Riassza a hegyi mentőket, uram. Tom keresse őket a levegőből, én és Penny pedig majd keresünk a vízben. Látom Sarah-t, körülbelül 500 méterre van tőlem az északi öböl sziklái. Kösz, Tom! Mi is látjuk! Semmi baj, Sarah. Foglak! De hol van James és Norman? Bementek a barlangba. Nem tudom, sikerül-e kijönniük onnan. A barlang bejáratát elárasztotta a víz. Segítség! 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 James, nézd! Valami úszik a víz alatt! Ah, ez egy tengeri szörny! De Norman, nem is létezik tengeri... Oh, Penny! Hello, fiúk! Norman, gyere vissza! Csak Penny az! Tudtam. Ne féljetek, most már nem lesz baj. Kiviszlek innen. És velem mi lesz? Mindjárt visszajövök, érted? Kapaszkodj belém, James! Ó, oh, hideg a víz! Semmi baj, James. Most már megindult az apály. A víz szintje süllyedni kezd. A rockedről öltögét! Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vízkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó! Oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják. Főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja ki is a valódi tettes. Á, tényleg. Ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom, baleset volt. Csak olyan embert kerestem, aki legalább annyira szereti a papírrepülőket, mint én. Értem. Ne vártam egy-két szót váltani a legénnyel, Sam. Mondja el neki, mi ilyenkor a helyes viselkedés. Remek ötlet, uram. Ó, szegény Norman. Valószínűleg csak baleset volt. Remélem, a parancsnok nem lesz túl szigorú vele. Te csak ne aggódj emiatt. Steel tűzoltó parancsnok és Norman biztosan jól megértik majd egymást. A papírrepülőkkel kapcsolatos első szabály, hogy gondosan nézd meg, hova dobod. És most ezt a rukfencet figyeld! Klassz! Ezt a manőver támadó orsónak hívják. No hát! Ezt hogy csinálta? Csak húzd hátra a karod! Oda nézz, hogy repül! Végre!
végre valaki megment engem, vagy sem? Jövök érted, Sara! Jövök! Apa! Beszorultam, Sara! Segítség! Sose félj! Norman men odaér! Norman, hagyd ezt az eszetlenséget! Te nem is vagy szuperhős! Megyek és hívom tűzoltó szemet! Segítség! A parton valaki megsérült! Valaki megsérült a parton, Sam, az eset a parti őrséghez tartozik. Bennyvel gyertek be a mentőcsónakhoz. Ne aggódj, apa! Tűzoltó Sam mindjárt ideér! Segítség! Mi történt, Charlie? Szia, Sam! Semmi komoly. Neki ütköztem egy ciklának, és leestem a fedélzetről. A lábam pedig beszorult a rákcsapdába. Nem tudok mozdulni. Te jó ég! Majd én lemerülök, és megnézem. Elég nagy sebességgel hajózhattál, mikor neki ütköztél annak a ciklának. Tudom. Csak hős akartam lenni. Hívom én igazi akciófilmnek, igazi hősökkel! Hurrá! Ilyen! Szép volt! Nézd, oroszlán, a hősöd a tévében szerepel. Ó, ez annyira kínos. Nem olyan kínos, mint ahogy én éreztem magam reggel, mikor észrevettem, hogy a zuhanyfüggöny eltűnt. Ssst, lemaradtok a legjobb részekről. És mi lesz Norman mennel? Én is hős vagyok. Norman! Szemnek ez már a harmadik mentése egy nap alatt. Ott a zuhanyfüggönyöm! Norman! Na szóval jól figyeljenek, fiúk! És hölgyek, képzeljék el, hogy ez egy füstölgő biztosítékszekrény. Szem! Kölcsön kérhetném a... Ne most, Norman. Épp oktatáson veszünk részt. Kihívják magukat a katasztrófa helyszínére. Mit tennének? Én tudom. Kinyitnám a dobozt és eloltanám a tüzet, uram. Rendben, nézzük meg, mi történne. Nagyobb baj lett belőle. Igen, Normannek igaza van. A levegő csak tovább szítja a tüzet, mikor kinyitjuk a szekrényt, levegő áramlik be. Érti, Elvis? Soha többé. Sam, kölcsön kérhetném a távcsövét. Az enyémet elvesztettem, és ma délután Trevor elvisz minket a hegyekbe vándorsólymot keresni. Rendben, Norman, de csak ha nagyon vigyázol rá. Tudtátok, hogy a vándorsólyom több mint 360 km/h sebességgel is tud repülni? Nem! Na hát! Tényleg? Ez így nem teljesen igaz. A legnagyobb mért sebesség pontosan csak 292 km/h volt. És hogy néz ki egy vándorsólyom? Nos, a felső tola is sötét szürke színűek és... Egy vándorsólyom! Mocsi, téves riasztás. Norman! Na most meg elakadtunk. Beragadtunk a sárba! Ne pörgesse a motort! Egyszer apa is ugyanezt csinálta, de tovább süppettünk, végül haza kellett húzni a kocsit. Kösz, Mandy, de tudom, hogy kell vezetni. Elakadtunk.
Az egész a te hibád, Norman. Ez nem igaz. A motor túráztatása miatt történt. Nézzétek, ott jön Tom. Tom! Segíthetek? Nem fontos, majd megoldom. Tom, segítsen kérem, különben soha nem fogunk látni Vándor Solymot. Néhány percnél nem tart tovább. Imádom a rókákat. Hé, hey, róka, el innen! Takarodj! Oh, Charlie! Meg akartam szelídíteni. Tudhattam volna. Pánik, fiam! Felhívom tűzoltószebet! Norman! Add ide a kagylót! Nem tudom, anya! Különben felfal! Akkor kapcsold be a tűzriasztót! Bár nincs tűz, vészhelyzet van! Törd be az üveget! Mégis hogyan? Nem tudom! Dobj oda valamit! Ha itt lenne a labdám, oda rúgnám! Akkor vidd! Ott van a pult alatt! Jaj! Hát jó, megpróbálom, de csak egyetlen esélyem van. Ez már megint Dilis élelmiszerboltja. Újabb téves riasztás, ez egész biztos. Norman Price túllő a célon. Anya, Sam nem fog már kijönni. Azt hiszi, megint tévesen riasztunk, és ez a farkas fel fog falni, mint a fiút abban a történetben. Engem is, fiam. Annyira sajnálom, anya. Az egész az én hibám. Én kapcsoltam be a riasztót, hogy visszakapjam a labdámat. Ó, Norman. Ha? Oh, ez Sam lesz. Sam az! Vigyázz, mert leesünk! Norman Price, ami sok, az sok. Mit keresnek ott fenn? Farkas a boltban! Nézze, ott a pult mögött! Egy szóra! Ez most nem vaklárma! Ez nem farkas, hanem róka. És látszólag megsérült. Ó, szegényke. Hozd a fogót, Elvis! Jaj, Sam! Úgy megijedtem! Azt hittem, nem is jönnek már ki. Minden egyes vészhívásra kimegyünk, Norman. Még akkor is, ha téves riasztásnak gondoljuk. Ne félj, haver! Nem akarunk bántani. Hogy? Téves riasztás? Megállni, fiúk! És nők! Téves riasztás, nincs tűz! Ismétlen, megállni, fiúk! Téves riasztás volt, Elvis. Visszafordulhatunk. Ott a tűz. Hívom is Szemet, és szólok neki. Halló? Halló, Sam! Megtaláltam a tűzfészkét. Siessetek! Már is indulunk. Tájékoztasd a tűzoltó parancsnokot. Jaj, ne! Anya! Trevor! Tűz van! Erdőtűz! Hívjátok vissza tűzoltószemet azonnal! Norman Price, mit mondtam az előbb az ijesztő történetek kitalálásáról? Nem! Ezt most nem találom ki, mert igaz! Nézzétek csak meg! Ó, Istenem, jaj nekem! Nem lett volna szabad őrizetlenül hagyni a tábor tüzet! Tom Thomas, hívja Szemet! Úton vagyok, ti hol jártok? Most érkezünk, Tom!
Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! A tűz túl messze van az úttól. A tömlők nem érnek el idáig. Elfogy, Sam! Teletöltöttem a víztartályokat. Segítek innen fentről! Tetszik ez a lemezlapát? Sajnálom, Sam. Tudnom kellett volna, hogy a tábortüzet nem hagyjuk őrizetlenül, hisz kis cserkész voltam. Tudom, Trevor, de néha a cserkészekkel is történnek balesetek. Istenkém, biztos, hogy nem esik baja, ha egyedül sátorozik a szabad ég alatt? Biztos, Dilis. Nem lesz baja. Segítség! Segítség! Radar? És ki az ott vele? Ne! Sürgősségi szolgálat, melyik osztályt kapcsolja? Ó, hát... tűzoltó szemet kérem! Norman Price a sziklák fogságában. Ó, akkor a hegyi mentőket kell hívnom. Helikopterrel megyek. Ott találkozunk. Baj, Norman, de kérlek, tedd azt, amit mondok. Csak így tudok segíteni. Szia, Tom! Dupla hevederre lesz szükség. Ne aggódj, Sam, már is repülök, vagyis ereszkedem. Figyelj, Norman, leviszek neked egy hevedert. Megvan! Bújj bele a hurokba, Norman, aztán jó erősen szorítsd a hónod alá. Á, jó lesz így, Sam. Erősen kapaszkodom. Na, gyere, radar! Norman! Muszáj megfelelően felvenni, Norman. Sajnálom, Sam. Azt hittem, tudom, mit csinálok. De tévedtem. Semmi baj. Így már jó lesz. Emelkedhetünk, Tom! Tessék, Norman, idd meg ezt a forró kakaót, hogy felmelegedj. Mekkora szerencse, hogy radar velünk volt. Látod, mennyire okos. Megpróbálta megállítani Normant, hogy ne menjen túl a táblán. Sajnálom, Sam. Tudom, hogy mondtad, de... Szóval végül nem találtatok szirti sast? Nem. Azt hiszem, nem jár errefelé olyan sok sas. Ha, itt a kis barátod, Tom. Látom. Sosem láttam még ilyen közelről madarat. Nézd a szárnyait. Éles hang szól, baj van ám. Tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem. Len a mélyben, vagy hegyen, adj helyet, itt jön Sam, a tűzoltó.